Tóth úr, úgy tudom, hogy ön kétszer is rosszul lett Szombathelyen, és mit tapasztalt ilyenkor? Hát ilyenkor keseredek el. Nem haragszom, elkeseredem, tudja, hogy mindig a segítség városára papolnak, és ez a segítség azzal válaszolt itt. Három ember elment mellettem, én visszaestem, próbáltam föltelni. Papa, nem kéne ám így bebaszni, szó szerint. Ön ivott akkor? Teán meg tejen kívül, kakaón kívül más nem iszom, még üdítőt. És akkor miért esett el? Azért, mert én elszédülök, ilyen szédülési rohamaim rám jönnek elég gyakran, és nem kap elég bért az agyam az orvos szerint, és kevés oxigénus vért kap, és elszédülök, és attól aztán elbotlak a legalacsonyabb kifegelésbe, vagy gyalogjárna. És akkor ezt hallotta is, hogy önt alkoholistának nevezik, és akkor mennek tovább? Hallottam, már félig a tudatomnál voltam, próbáltam fölkelni, csak visszaestem, úgy a vállamat ütöttem, bár zúgott a fejem minden, de és amikor... hagyjátok, mikor mondta az egyik fiatalom, csak hagyjátok csak, ne igyon annyit aztán, papa nem kell bebaszni a kezelebb, azt nem lesz ilyen. És milyen érzés, amikor ott szinte maga tehetetlenül fekszik, és arrébb mennek az emberek, és nem segítenek? Akkor nem tudtam erre gondolni, de később, mikor, már én azért átgondolom, ha én itt csinálok valamit, vagy rosszul szólok valakinek, így próbálom a helyzetek, különböző helyzeteket átgondolni. És én nem ideges vagyok, amikor nagyon szomor. Elszomorodott. Azért nyugtasson meg engem, hogy volt, aki oda ment önhöz és segített. Itt senki. Még a boltból se jött ki senki. Még a boltból sem. És akkor amíg rosszul volt, addig ott feküdt és... Ott feküdtem, ott a... Fölléptem a járdára, a járda belső félén egy ilyen kis kimagaslás volt, ami szegély volt, most be van ott közte kockába. És meg ugyan, azért én meg kerékpárral estem le a Lidl-nél, mikor mentem vásárolni. Belakadt a kormányba a lábam. Egy kicsit ugye akkor is így megszédülök. A magas lépcsős busszal is ez a bajom, mire felszállok, meg leszállok. Ugye szédülök, akkor mindig egy, most is tegnap leszálltam itt, majdnem elestem. Így botot szokok belám cipelni, csak most kijöttem ezt a tűz. Megnézni, hogy nem-e valami ismerősök meg. De mindegy, ha nem ismerős, nekem a legidegenebb ember is olyan, mint a másik, tudja. És a gyerekek meg főleg. Tehát akkor... És ez akart engem fel, nem, most se ideges vagyok, csak muszáj már a hangok meg elmegy közben most már. De hát akkor azért azt javasolhatjuk bárkinek, hogy ha földön fekvő embert lát, menjen oda, menjen hozzá, oda és ha részeg, akkor is kell segítség neki. Akkor megérzi a fagát, ha felemeli, biztos, hogy megérzi, mert én is megérzem, mert akkor is legalább fölültetem aztán. Illetékesek, mert szólok, vagy mentőnek, ha látom, hogy sérülés van, vagy aztán nézve. Köszönöm szépen, hogy elmondt, és jó egészséget kívánok. Nagyon szépen. Minden jót.